Hello, olvasó! Ez itt Szabadosági Könyves Podcastja a Libertin Könyvesboltból. Vendégeimmel hétről hétre életre szóló olvasmányélményekről beszélgetünk, de lehet olyanokról is, ami kifogott rajtuk. Az adás második részében pedig a Nincs időm olvasni kihívási a főszerep, a már 50 ezer fős közösség folyamatosan jobb jobb könyveket ajánl, így mindig ezek közül szemezgetek és választok egy könyvet, amit szerintem nektek is érdemes elolvasnotok. Bővüljenek hát azok a soha véget nem érős olvasmánylisták, induljon a Könyves Podcast! Egy most 31 éves szerző, aki már három könyvet írt, és gyakorlatilag az összes, a létező összes irodalmi díjat, az egy Nobel-díjat leszámítva immár bezsebelte. Akinek a második regénye egyenesen világsiker lett, és azóta már egy szintén nagy sikerű sorozat is készült belőle. És aki körül akkora az őrület, hogy ilyet talán még sosem láttunk, egyesek szerint J.K. Rowling óta nem született az irodalomban ekkora világsztár a környéken. Sally van szó, a 31 éves ír szerzőről, a baráti beszélgetések, a normális emberek és a hová lettél szép világ írójáról. Akivel pedig ma erről szerzőről beszélgetek, azok nem akárkik, a Libertin Könyvesból csapatának két oszlopos tagja, Csörögi Lilla és Milovec Laura, akikkel valójában egyébként a legtöbbet szoktam a mindennapjaimban az olvasmányokról beszélgetni, és akiket szerettem volna, hogyha a podcast hallgatói is egy kicsit jobban megismerik, és akik szerintem azért is lesznek ma jó beszélgető partnereim, mert bár leszögezem, hogy mindannyian szerintem inkább vagyunk a Szellirúni rajongó tábor tagjai, mint mondjuk a nem tudom, kritizálók tagjai, de azt hiszem, hogy alapvetően nagyon Sokszor mást érzünk jónak, és más az ízlésünk könyvek tekintetében is. Megkíséreljük tehát megfejteni, hogy mi lehet a titok, ami miatt annyira sokan szeretik Szeli vagy ami miatt épp ennyire megosztó. És már most jelzem, hogy lesz egy extra interjú a beszélgetésünk folyamán, ugyanis volt szerencsém találkozni Runi fordítójával, Dudik Anna Mária Évával, így majd egy rövid interjút vele is meghallgathatunk. Ráadásul azt érzem, hogy mindannyian a milleniumi generáció tagjai vagyunk, bár azért a Laura inkább inkább nyodossa az Z generációt. Mi a 20-as évei elején jár, mi azért Lillával már a 30-as éveinket tapossuk, úgyhogy mi abszolút az Y generáció tagjai vagyunk. De kezdjük akkor, mielőtt rátérnénk, mert szerintem ez nagyon fontos a Rúni esetében, ez a generációs kérdés. Kezdjük azzal, hogy hogyan ismerkedtetek meg Rúnival, hogyan találkoztatok az első könyvben, melyik volt egyáltalán az első könyvtőle, és majd aztán el, rá eltérünk, vagy eljutunk odáig is, hogy melyik a kedvencetek, Lilla. Nekem nagyon megvan, hogy hogy és mint találkoztam az ő nevével, meg a kötetével, mi kim voltunk Londonban, egy karácsony előtt, ilyen december környékén, és bementünk a több könyvesboltba is, és mindenhol a normális emberek volt kint, ilyen hatalmas halmokban álltak ezek a könyvek. Ugye neki akkor már ez a második regénye volt, és az elsővel is nagyon sok olvasót és rajongót szerzett magának, viszont itthon még teljesen ismeretlen volt a neve, és én arra emlékszem, hogy hogy a borítója fogott meg elsőnek, hogy ott van két ember bezárva egy ilyen konzertbe, szorosan ölelik egymást, van valamiféle kapcsolat közöttük, ezt most nehéz eldönteni, hogy ez a kapcsolat jó vagy rossz, vagy hogy milyen viszonyt Diktál ez a könyv, de annyira magával ragadott ez a, ez a borító, és utána elolvastam a fülszöveget, meg az első pár oldalt a kötetbe, hogy akkor el is hoztam angolul, és utána végül nem olvastam el angolul egyébként, hanem mivel ez jelent meg magyarul először, így a magyar fordítás után szerintem előjegyeztem rá, és rögtön el is olvastam, és azért van nekem ez a helyszín, meg minden annyira meg, hogy, hogy tényleg így. Nagyon emlékszem rá, hogy hogy találkoztam vele, és utána az első olvasmány élmény is az volt, hogy így egy nap alatt ledaráltam a szöveget, és szerintem ilyen két hónapon belül még kétszer elolvastam ezt a könyvet. És nem is teljesen azért, mert, mert azt mondom, hogy ez egy zseniálisan megírt regény, hanem annyira betaláltak a szereplők, és ez a ketteljük dinamikája a két főszereplőnek. Egyszerűen ö, azt éreztem akkor, amikor olvastam, hogy ez akár rólam is szólhatna. Hosszasan fogunk még a szereplőkről, a történetről és mélyírásról beszélni. Annyi még, hogy akkor neked a kedvenced a háromból, ugye baráti beszélgetések, normális emberek, és hová lettél szép világ ez a sorrend a megírásuk kapcsán, vagy megírásuk fényében. Neked akkor melyik a kedvenc? Normális embereket mondanám. Laura? Nekem te ajánlottad először Szelironit. Igen. Találkoztam a nevével, de kicsit úgy voltam vele, hogy nem tudom, nem vonzott egyik történet sem. Annyira tudtam, hogy majd így előbb-utóbb azért el kéne olvasni, mert hogyha már valami annyira fel van hype-olva, és csak egy könyvesboltban dolgozom, akkor azért kötelességem tudni róla, tudni mondani róla valamit. És, és én a Hová lettél szép világgal kezdtem, ami nagyon tetszett, de utána, amikor elolvastam a baráti beszélgetéseket, nekem az ütött be úgy igazán nagyon először. Egyébként azt is gondolom, hogy az én korosztályomhoz vagy generációmhoz közelebb van az a könyv, hiszen az volt az első könyv, amit megírt, és az abszolút még a fiatal egyetemistákról is szólt. Tehát ugye a két főszereplőnk, Bobby és Franz, Frances. Mm -hmm. uh, ők ugye mindketten egyetemisták még, és én is egyetemista vagyok, szóval ezt így jobban átéreztem, és nagyon-nagyon szerettem az ő, az ő csopordinamikájukat, ugye ott van tulajdonképpen a két főszereplőnkön kívül még két ember, és az ő csopordinamikájuk volt nekem a legérdekesebb benne, és ugyanezt éreztem, hogy mindegyik szereplőnek a, az érzelmeiről meg tudok annyit, hogy abszolút mindegyikükhöz tudok valamilyen szinten kapcsolódni. És akkor ez is a kedvencet, hogyha választani Abszolút. kell. Abszolút. Miért érzitek? Ja, nekem is válaszolni kéne kérdésre, igaz? Ez most én beszélgetős, ilyen, 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 fan adás lesz valamilyen szinten, de azért próbáljuk egy kicsit komolyabbra is venni, hogy nem csak arról szól majd, hogy mennyire imádjuk Sally Runit, hanem azért felsoroljuk például az őtért kritikákat is, meg erről. És akkor most egy olyan szerepben vagyok, ezt még gyakorolnom kell, hogy akkor nekem is válaszolnom kell a feltett kérdésre. érdekes, hogy így azt mondtad, hogy tőlem tudtál róla, mert hogy így erre nem emlékeztem. Én szerintem normális embereket láttam már itthon, hogy mindenki ezt olvassa, és mindenhonnan tényleg a csapból is ez folyik. Jó volt a marketingje, és akkor úgy voltam mellette, hogy akkor rápróbálok meg. Egyébként nekem nagyon tetszett a szerző neve. Nekem annyira sokat számít, hogy egy ilyen jól megjegyezhető, olyan, olyan, hát nyilván ez egy szerencse, bár egyébként nem tudom, hogy ez egy felvetném, vagy igazi név. Ugye nagyon sokszor a szerzők azért felvesznek olyan nevet, amiről nem tudunk Ráadásul Rúnyról nem sokat tudunk, majd erről is beszélünk. Úgyhogy nekem a normális emberek volt az első, talán nekem ezért is az első a kedvencem, bár a Hova lettél szép világ, az meg azért tetszett nagyon, mert ahogy említetted is, meg említettétek, ugye a, a, szerintem a regényei együtt nőnek fel és ahogy mondjuk a baráti beszélgetésekben és a normális emberekben még tényleg egyetemisták úgy már a Hoválet és Szépvilágban 30-asok. Ugye a Rúni 31 éves, ahogy azt már említettem, úgyhogy talán emiatt is lehet, hogy tudtam jól kapcsolódni a és szép Szépvilághoz, hogy ott már azért felnőtt emberek, akik dolgoznak, ráadásul ugye az egyik író, másik könyvkiadóban dolgozik. Nyilván ez is vállalt, hogy Rúni magát írja olyan szinten, hogy a környezetét, ugye azt, hogy ő mennyire szereplője, tényleg a regényeinek arról nem beszél, meg azt direkt így távolságként kezeli, de hogy emiatt talán nekem a, a normális emberek az első miatt és a témája miatt a Hová lettél szépvileg. meg azt gondolom, hogy a Hová lettél szépvileg egyedül, ami olyan pozitív, kicsengésű, ami, ami talán egy kicsit olyan a vége, hogy úgy, úgy olyan reménykeltő, hogy, 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 hogy valami, az a szép világ, az még lehet, hogy valahol eljön. Más gondolsz róla, Lilla? Egy picit igen, mert nekem a, a baráti beszélgetések és a normális emberek vége is egyébként olyan, hogy, hogy ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a, a befejezése, hogy ennek a, a két központi szereplő a baráti beszélgetéseknél ott, ott hogy folytatódik az ő történetük, ez sem igazán lesz kifejtve is a normális embereknél, és azt éreztem, hogy mivel nekik mindig volt valahogy közök egymáshoz, ezért azt is el tudom képzelni, hogy a következő tíz évben még mindig fognak valamilyen szinten kapcsolódni, maximum más lesz a kapcsolatuk uh, megnevezése vagy dinamikája, de ugye az egész kötetet ezt hatotta át, hogy mindig változott a dinamikája. Úgyhogy nekem azok is igazából pozitívak voltak, mert hogy néha ilyenek a, a való életben is az emberek, hogy, hogy most el kell engedni a másikat, mondjuk ahhoz, hogy vagy utána tudjuk folytatni valahogy, de az igaz, hogy talán ott találták meg jó, legjobban egymást, ahová lettél a szép világban, ugye a szereplők. Annyira jó, hogy két könyvesboltban dolgozó hölgyül velem szemben, mert hogy valójában nem nekem kell elmondani majd a regények tartalmát, hanem akkor mindenki kap egyet, és akkor beszéljünk róla. Ha nem bánjátok, akkor én most lestoppolom a... Hát legyen akkor, hová lettél szép világ az enyém, akkor kezdte Lilla, hogy akkor Kicsit helyezzük képbe azokat is, akik mondjuk nem olvastak még Rúnitól, mielőtt kifejtjük tényleg, hogy szerintetek mi az igazájó benne, vagy mi az, ami kritizálható, akkor beszéljük át, hogy például röviden a normális Jó. emberek miről szól illa. Normális emberek arról szól, hogy egy kis városban járunk, van egy fiú, aki nagyon népszerű a helyi foci csapatban, és játszik, mindenki imádja őt, és van egy nagyon visszahúzódó lány, ennek a visszahúzódó lánynak a a családjánál takarít a fiú édesanyja, és akkor ők innen ismerik egymást, majd összejönnek, és titkolják a kapcsolatukat. Igazából a fiú kérése ez a titok, azért, mert a lány nem, nem is az, hogy nem tartja elég népszerűnek, így nem, nem akarja felvállalni, meg fél attól, hogy mi történik akkor, hogyha felvállalja ezt a kapcsolatot. És akkor utána a következő nagy részben már egyetemisták lesznek, elkezdik az egyetemet, és abszolút megváltozik a, a viszonyrendszer, a lány lesz népszerű, a fiú pedig nem találja a helyét az értelmiségi dubliniak között, nem tudja leküzdeni az akcentusát, és akkor ezért mindig azt érzi, hogy őt ilyen vidéki sutyónak nézik. És tulajdonképpen az egész regény erre, erre épül, hogy mikor, még szereplő, Uh, hogy találja meg a helyét az életben, és ez a hely megtalálás hogyan változtatja az ő kapcsolatukat. Laura, baráti beszélgetések? Baráti beszélgetések két fő szereplő, ugye Frances és uh... Fogalmas sincs, hogy jól lejtem egyébként. Frances és Bobby. Együk így, szerintem hogy uh, jó lesz. Jó, úgy és ők két lány, akik tulajdonképpen exek, de a dinamikájuk most már inkább a legjobb barát kapcsolat felé mozog, és közösen ilyen slam poetry típusú esteken lépnek fel, ahol megismerkednek Nickkel és Melissával, akik pedig egy idősebb ilyen művész páros, ők ugye a 30-as éveik végén járnak, és Nick színész, Melissa pedig fotós, és akkor tulajdonképpen így összekavarodnak velük egy ilyen furcsa, ilyen négyes kapcsolatban, de hogy annyira furcsa, hogy végig így nincsenek egyenlő szinten szerintem, se társadalmilag, se pedig az ő barátságukban. Frances és Nick tulajdonképpen egy ilyen szeretői viszonyba kerülnek, és erről szól tulajdonképpen a könyv, hogy miért, miért vannak ők tulajdonképpen együtt, hogy így őt fogja elválasztani. Most annyira tudtátok a neveket, hogy les nem kell, mert azért én ennyire nem tudom megígyezni a neveket. Akkor a hová lettél szép világról? Ugye Elis van, aki tulajdonképpen Félixel ismerkedik, meg Elis a regényíró, aki azt hiszem pont elköltözik valahova a vidékre, de van benne egy ilyen rész, és a másik szálon pedig Elin van, és Simon, ugye Elis és Elin nagy barátok voltak régen, de már évek óta nem találkoztak, az egy fő konfliktus forrás benne, hogy a híressé vált regényíró, aki elmenekül a világáról, és nem akar találkozni a rajongókkal, és így elszeparálja tulajdonképpen magát azzal a, az a barátnőjével, akivel együtt nőtt tulajdonképpen fel, és nagyon szoros a kapcsolatuk, azzal így gyakorlatilag a fizikai távolság miatt is már nem találkoztak ezer éve, de hogy várják ezt a nagy találkozást, folyamatosan e-maileznek, ami szintén egy izgalmas dolog, ilyen szerűen benne vannak gyakorlatilag ezek, a, ezek annak a két lánynak a gondolata, és a híres regényíró, akit én egyébként végig Rúninak képzeltem, mellett a barátnő, ugye Elin pedig egy könyvkiadónál dolgozik, és hát úgy emlékszem, hogy nem egy nagyon sikeres szerkesztő, nem? Tehát így keresi az útját, de úgy nem találja közben a párkapcsolatában, és ugye a, hát vagy Simon, vagy Simon, nem tudom, nem emlékszem, hogy olvastam, hogy ejtettem ki akkor magamnak, vele is azért érdekes a viszony. Szóval, hogy szerintem most, hogy összefoglaltuk röviden, nagyon látszik, hogy ami az érdekessége Róninak, és egyben ezzel is kritizálják sokszor, hogy nem történik benne semmi, nem? Tehát legtöbbször nem ezt halljuk kritikaként? Hát de, hogy nem történik benne semmi, illetve, hogy nagyon egyszerű a, a nyelvezete, hogy nem egy olyan magas irodalom, ugye, ami, ami, tényleg tele lenne jelzőkkel, szép uh, hasonlatokkal, uh, bármi egyébbel, ami tarkítani tudná a szöveget, hanem nagyon, nagyon ki van ritkítva uh, minden, és tényleg olyan, mint hogyha valakinek a fejében, aki ugyanolyan idős, mint mi járnánk, Úgyhogy ez az egyik fő kritika szerintem is. Én úgy érzem nagyon sokszor a rúninál, hogy ez is nagyon ellentmondásos, mert ugyanazt mondja sok ember, hogy nagyon egyszerű, és tő mondatok és mit tudom én, de én meg azt érzem, hogy nem adja könnyen magát, hogy egy-egy szó meg mondat mögé tényleg regényt lehet, vagy novellát lehet képzelni, és hogy, hogy pont emiatt van azt szerintem, hogy mindannyian bele tudunk kapaszkodni, rá tudunk kapcsolódni, mindannyian meg tudjuk magunkat valahol találni benne. Tehát például mondtad az elején, Lilla, hogy mennyire azt a olvasás közben, hogy valamelyik szereplő te vagy, miközben gyanítom egyébként sem a családi helyzetet, sem a nem tudom, traumatizált múltja a főszereplőnek, sem a fiúnak az a szerepe, maximum a vidékről költözés Budapestre lehet egy ilyen kapcsolódás, de hogy mégis azt érzed valahogy, hogy hogy nagyon tudsz kapcsolódni a szereplőkhöz, hogy, hogy lehet, hogy ezt a hangjával csinálja szerintem, a stílusával csinálja pont. Leginkább nyersnek érzem egyébként, vagy nyersnek nevezném azt, ahogy ő ír, mert ez dominál benne szerintem, hogy a fejünkben mi sem így fogalmazunk meg általában mondatokat, nem gyönyörű, cizellált irodalmi szövegek mennek a fejemben, hanem nyers gondolatok, és azt gondolom, hogy Szeli Rúni egyébként nagyon nyíltan ki tud írni olyan dolgokat magából, akár a szexualitással kapcsolatban, amiket mondjuk szerintem bátorság leírni egy regényben, meg bátorság így a legbensőbb gondolataidat a világ elé tárni, még, még, hogyha nem is a te gondolataid ezek, hanem a szereplők gondolatai, ezek mégis így belőled jönnek valahogyan, és ezt szerintem nagyon nagy bátorság lérni, és nem sokan, nem sokan csinálják ezt annyira nyíltan, mint ő. Úgyhogy engem például ez fog meg nagyon benne ez most nem biztos, hogy szorosan kapcsolódik, de pont ez lehet a nehézsége, nem egy írónak, hogy átlépje azt a határt, hogy ugyanez fikció, de közben honnan tudod, hogy az olvasó nem gondolja azt, hogy a te életed, hogy ezt levetkőzni, ezt a gátot, hogy, hogy nyilván magadról írsz, vagy te tapasztalataidról írsz, hiszen egy író miről írna, hanem a saját tapasztalatairól. Nyilván, ha valakinek a fantáziája olyan, hogy mondjuk egy fentezit meg tud írni, az már azt érzem, hogy egy más szint, de hogy, de ugye ez azért pont nehéz lehet, nem egy írónak, hogy, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez az ő élete, mindenki azt gondolja, hogy ezek az ő megélései. Ugye főleg azért itt szerintem az borzasztó izgalmas, és ha megnézitek az univerzumot, Egyrészt van, nagyon sok összefüggés van a, szerintem a három regény között. Lehet, hogy tudatosan is mondjuk, ha belegondoltak a szerkezetbe, a normális emberek picit kilóg, bár ott is szerintem ezt csinálja, de a baráti beszélgetésekben és a hová lettélben is ugye négyes csoportokkal dolgozik. A normális emberekben, jól mondtam, baráti beszélgetések és hová lettél. Tehát mind a kettőben ugye négy szereplőnk van, két lány, két vagy pasi, vagy pedig ugye egy házaspár, és úgy szerintem ez nagyon izgalmas, hogy ezt hogyan szövi, úgy, hogy ráadásul mind a kettőben teljesen más a narrátor. Tehát azt se lehet mondani egyébként, mert hogy mondjuk a Rúni nagyon egysíkúan gondolkodna, vagy írna, és minden regénye csak olyan odahányta, és világ lett, és akkor tök jó, mert ebben lubickol, mert hogyha megnézitek, például a normális emberekben ugye egy mindentudó e per három, egy harmadik személy mesél a baráti beszélgetésekben ugye a lányok, pont az egyik főszereplő, főszereplő idézi el, ezt is hangsúlyozza, hogy neki nincsenek főszereplői, tehát ő, ő, mindegyikben is van, meg egyikben sincs, és aztán ott van a Hová lettél szép világ, ahol meg szintén ugye a lányok szemszögét látjuk, szóval, hogy teljesen más, más a narrátor mindegyikben. Az biztos szerintem, és ezt talán még a kritikusai sem tudják rajta számon kérni, hogy azért neki nagyon egyedi a stílusa, fel lehet ismerni egyébként a szövegeit, és, és tud írni. Az, hogy most tetszik-e nekünk ez a szöveg, vagy nem tetszik nekünk ez a szöveg, ez már ízlés kérdése szerintem, de nem lehet azt mondani az ő regényeire, hogy ez egy olyan limonádi, amit, amit tényleg egy fröccs mellett tudsz csak elolvasni a tengerparton, mert, mert ennél szerintem többek, a, az írásai. Ugye ezek mind nagyon karakterközpontú könyvek, tehát ahogy beszéltünk is róla, hogy nem történik benne semmi, tehát nagyon nem cselekményközpontú, és viszont az, hogy Eper 3-ban és Eper 1-ben is ugyanúgy ugyan jól megmutatni azt, hogy ki mit gondol, és karakterközpontúvá tenni regényt, az szerintem pont azt mutatja, hogy valaki tud írni, amit a Lilla is mondott. Mi a titka szerintetek Sally én fölítem néhány dolgot, de vegyük végig közösen, hogy szerintetek mi a titka, mitől jó, mitől szeretjük, és akkor majd még a kritikáig is eljutunk. Ugye beszéltünk a stílusról. Szerintem például ez egy titka, ugye a generációs dolgokat bedobáltuk, de jaj, találtam egy ilyen kifejezést, ez nagyon tetszett, hogy a Rúni az irodalom leggenerációsabb írója. Megmondom, hogy ezt a szót még nem adom, hogy leggenerációsam, De tényleg valami olyat tudott, és olyan stílusban szólította meg szerintem a mi generációnkat, és egyébként szerintem a 20-as generációt, tehát a 20-as, 30-asokat, amit valahogy másnak nem sikerült korábban. Annyira hétköznapi, ugyanakkor meg különleges is. Akkor tehát a stílus például az egyik, és az, hogy képes volt a generációját megszólítani. Szerintetek mi mi az, ami még mondjuk ilyen titka? Nekem erre van egy hipotézisom egyébként, mert amikor... Szeretjük a hipotéziseket mert amikor mondtad, hogy interjú, és hogy mit szeretnél, és hogy a podcast részt, hogy mi a titka, instant ezen kezdtem el gondolkozni, és teljesen rápörögtem erre, hogy hogy így vajon mit gondolnak róla máskis, is, egy csomó egyébként külföldi videót megnéztem ezzel kapcsolatban, hogy ki mit mond és gondol róla, és én úgy érzem, hogy ami legalábbis nekem ezt különlegesé teszi, vagy őt, mint írót, és a könyveit különlegesé teszi, annak a kulcsmondata egy interjúban van, és Szeli azt mondta, hogy ő nem magáról ír tulajdonképpen, hanem a, viszont a saját környezetéről. Tehát az, hogy elmondta, hogy ő azért ír mindig Dublini fiatalokról, amikor egyetemre járt egyetemistákról, azért ír írókról, szerkesztőkről, mert ez, ez az ő környezete, mert ebben tud hitelesen írni. Nem a saját életéről és tapasztalatairól ír százszerzelékosan, viszont azokból indul ki, és minden, ami történik vele, az tulajdonképpen így elrakja magában egy ilyen kis belső könyvtárba, és később abból építkezik, és szerintem ez az, amiért ez ennyire megfog minket, hogy nem valakinek a saját élettörténetét olvasom, de mégis nagyon hitelesen tud írni arról, amiről éppen ír. Mindegyik mű egy felnövés történet, és a felnővés regények között szerepelhet, és szerintem meg tudja találni azt a generációt, aki, aki pont ugyanebben az életkorban van akkor, amikor, amikor olvassa ezeket a könyveket. Úgyhogy talán ez a másik titok, hogy jól tudta belőni, vagy hát a kiadója jól belőtte, hogy ki lesz az ő olvasó közönsége, és azoknak eljuttatta. Nagyon ügyesen szerintem kihasználták a social média nyújtotta lehetőségeket, mindezt úgy, hogy egyébként a Sally meg nagyon nem tudunk semmit a social médiába. Mégis eljutott olyan olvasókhoz, akik, akiknál betalált ez a szöveg. Elképesztő egyébként, úgy azt hiszem, ezeket hívják ilyen fenomen jelenségeknek, amikor így nem is százszerzékosan van megmagyarázható oka, hanem valahogy éppen úgy álltak a csillagok, meg minden, hogy ez ekkora siker lesz. Mert tényleg, amit mondasz, hogy nem tudunk róla, nincs is fönt a közösségi oldalakon a csaj. hát, 31 hát nem tudjuk, évesen. hogy van -e, Vagy hogy nem elnézem, tudjuk, igen, fent. de hogy úgy nem, tehát hogy nem arra épül, a, hogy a személyes brendje, miközben lett egy személyes brendje, tehát ez szerintem egészen elképesztő. Tehát, hogy most is nem a regényekről beszélgetünk alapvetően, hanem a szellirúni jelenségről beszélgetünk, és, és szerintem ez csodálatos, hogy így, hogy ezt így hogyan, és biztos, hogy ez egy fenomén Elenség. Én azt is ír, írt, magamnak, hogy de nyilván ez kicsit a stílushoz is kapcsolódik, meg ahhoz, amit mondtatok, hogy, hogy ugye a szereplők gondolatai. szerintem, amiben nagyon új volt, és nagyon meghökkentő volt, hogyha belegondoltok, hogy nagyon okosak a szereplők, nagyon magas röptű gondolataik vannak. Hogy itt simán gondolhatja valaki azt a olvasás közben, akár hogyha mondjuk idősebbként olvas, hogy fagyjál, mert nem beszélnek így a fiatalok meg ilyen témákról. De hát a szerző ennyi idős, tehát mégiscsak ilyen témákról gondolkodik és beszél, és szerintem ettől, bár néha picit snob szerintem már... Tehát vannak olyan gondolatok, meg olyan beszélgetések, meg olyan, olyan, olyan nem tudom, világlátások, amiben picit én a sznobériát azért érzem, de közben meg szerintem ettől is nagyon izgalmas, hogy úgy, 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 tényleg nagyon okosak a szereplők, nagyon magas röptű beszélgetéseik vannak. Nagyon furcsa nekem, hogy, hogy erről beszélünk, és valószínűleg Sally rooney is furcsa ez egész, ami történik, hogy ő egy brand lett, és és igen, egyébként egyetértek ebben veled, hogy benne van a kis sznobéria így a téma választásaiban is, és hogy közben uh, Szeli Rúni egyébként bevalott a marxista, amivel ezt így tök nehéz összeegyeztetni. De közben meg egyébként szerintem értelmiségi fiatalnőként mi is szeretjük magunkat így előadni, hogy ilyen gondolataink vannak, és mondjuk nem arról akarunk beszélgetni, hogy milyen leárazás volt most, nem tudom, még fast fashion -be, vagy mit, hogy vegyünk meg, hanem szeretnénk magunkat úgy megjelentetni, hogy igen, nekünk is fontos mondjuk a klímaváltozástól kezdve a gazdasági helyzeten át minden, és hogyha társaságba ülünk le egy jó pohár Franciaországban, akkor ezekről szeretnénk beszélgetni, nem pedig a mindennapi, minden napi apró cseprő ügyekről. És egyébként pont a Hová lettél szép világgal kapcsolatban én is több kritikát olvastam, hogy hogy pont ezeket az e-maileket kritizálták, hogy ilyen e-mailt viszont tényleg senki nem ír, nagyon fontos része szerintem a könyvnek, hogy ezek az e-mailek így néznek ki, mert amit mondtál is Ági az elején, hogy ezzel uh, kapunk tulajdonképpen betekintést a szereplők fejébe. De jó, amit mondtál, és tényleg ez lehet az egyik titka, hogy szeretnénk így látni magunkat, és tényleg, hogy nem arról beszélni, hogy ki mit vett valamelyik boltban, vagy milyen leárazást, vagy nem tudom, ki milyen plegykát hallott, vagy melyik celebről hallott valami, nem tudom, újabb, nagyon trash hírt, hanem tényleg, hogy az ember azért olykor-olykor úgy, úgy, el akar beszélgetni, vagy gondolkodni klímaváltozásról, környezetvédelemről, nemek közti egyenlőtlenségekről, vagy például a jövedelmi egyenlőtlenségek, azok nagyon fontos témái szerintem, de akár még politizál is. És szerintem ezt a, ezt a falat rombolja le, hogy, hogy ezért a fiatal 20-as, 30-as lányok is azért szoktak ilyenekről gondolkodni, meg beszélgetni. Ez nagyon jó, amit mondtál. Ne, bocsánat, még az e-mailekhez, hogy igazából nekem a Hová lettél szép világul, ez az egyik legmaradandóbb dolog, azok az e-mailek, és lehet, hogy nem írok ilyen e-maileket, de... Nem is írsz e-maileket. Nem, írok e nem. De hogy közben pedig vannak valójában ilyen beszélgetéseim, és azt gondolom, hogy a regény struktúrájában ez illik a legjobban, tehát ez az e-mailek tudják tulajdonképpen indokolni azt, hogy miért írjuk le ennyire részletesen ezeket a beszélgetéseket ezekről a témákról. És uh, én ezt nagyon-nagyon szerettem benne, és uh, ezért is lehet uh, a mi generációnknak ez uh, a könyv. Uh, Igazából erre az angol relatable szóra kerestem volna uh, magyar megfelelőt, de nincsen, ami szerintem százszerzelékben illik rá, hogy ezért tudunk hozzá nagyon jól kapcsolódni, mert hogy közben azokról a problémákról ír, amik a mindennapi életünket azért befolyásolják, azokról a világszintű problémákról és témákról. Ami szerintem még nagyon fontos, és akkor át is tudunk térni a rúni hősökre, hogy, és amit én szeretek benne, és ami szerintem a sikertitka lehet, bár ez a generációnkra nézve egy kicsit negatív lesz, Mindenki mentálisan küzd valamivel, hogy ha megnézitek, az összes szereplő mentálisan sérült. Amit kihangsúlyoz benne, és egyébként nagyon szimpatikusan, például a normális emberekben a Connell megy pszichológushoz, és ezt támogatják a társai a környezetében élők. Ha belegondoltok a mindenki impostor szindromás. És hogy ezek a modern jelenségek, lásd, impostor szindróma, vagy egyáltalán a mentális betegségek és az ezekkel való, be, ö, nem tudom, beszélgetés, az ezekről való beszélgetés, a depresszió ugye a koronát is érinti, hogy ezek szerintem korábban, mint hogyha nem kaptak volna ekkora szerepet, vagy nem ilyen stílusban, hogy szerintem ez is egy titka. Mit gondoltok erről? Abszolút, meg nekem az jutott még eszembe, hogy nem csak a mentális, hanem ugye a testi. Akár mondjuk az, hogy őszintén beszél a fájdalmas menstruációról, a testképzavarról, hogy hogy látjuk magunkat, és ez abszolút mindenki küzd vele. Mindenkinek van olyan ismerőse vagy saját érintettsége, hogy, hogy fel tud sorolni valami olyat, hogy ez velem is megtörtént, csak nem beszélünk róla, és nem megszokott, hogy valaki. Irodalmi szövegben ilyen őszintén is így beszél róla. Szerintem az egész generációnknak ez egy része az, hogy egyre inkább foglalkozunk, és felismerjük a saját és mások mentális problémáit, és viszonylag kevés olyan ismerősen valakire azt tudom mondani, hogy Á, igen, neked nem kéne elmenni pszichológus. Az szerintem te rendben vagy. Az összes regényben előjön ez, és az, hogy nyíltan beszélnek a mentális problémáikról, az szerintem nagyon fontos, és. Persze, lehet, hogy mindannyiuknak, mármint a szereplőknek impostor szindrómája van. Miért nekünk nincsen? Én nem azon gondolkozom, hogy mit keresek most itt, de szóval ez szerintem nagyon jó, hogy egy picit azt érzem, hogy ó, szóval én is olyan vagyok, mint ők, én is normális vagyok, én is ugyanezeken a dolkon gondolkozom, és ezért tudunk, ezért is tudunk kapcsolódni ezekhez a könyvekhez. Jaj, de jó volt, amit mondtál, ez úgy tetszett tényleg, hogy tényleg mindannyian hipotesztindromások <laughs> vagyunk, én is mit keresek itt. <laughs> Szerintem ezen a ponton, főleg, hogy megtaláltam azt a mondatot, amit fölírtam magamnak, hogy egy nagyon jó negatív kritikát olvastam, azért rossz, mert egyetemista házi bulik mondatait tördeli prózába. Imádom, <laughs> nagyon <ajánom. gül> jó. Ami viszont szerintem meg pont pozitív az, hogy SMS-ek, messenger beszélgetések, e-mailek, részek, házi bulik, eszik, és egymás háta mögötti beszélgetések barátok között gyakorlatilag társfügg, társfüggő szereplőkről látjuk azt, hogy csak itt tudnak egymással kommunikálni, és a társas kapcsolataikban nem. De erről majd még beszélgetünk hosszabban. Most hallgassuk meg a fordítónak a véleményét, mert azt hiszem, hogy nagyon sok olyat mondtunk, amihez abszolút hozzákapcsolódik az, hogy, hogy milyen a stílusa például ennek a könyvnek. Hallgassunk meg egy kis interjút Céliróni fordítójával, Dudik Anna Mária Évával, aki mesélni fog arról, hogy mennyire volt nehéz fordítani Célirónit, hogy szerintem mi a titka, úgyhogy most ezt ő is hozzáteszi, és hogy miért gondolja igaznak azt az összehasonlítást, hogy Céliróni a 21. századi Jane Austen. Hallgassuk meg. Rooney, az a 21. századi Jane Austen, mert hogy annyira tű pontosan látja az emberek közötti kapcsolatokat, tehát a mikrovilágot. Tehát igen, van ez a nagy, nagy makro kérdések, mint köz, izé, nemek közötti egyenlőség, jövedelmi egyenlőtlenség, stb. De közben meg a, ezt a, a, a körülöttünk levő mikrokapcsolatokat nagyon-nagyon jól látja. És nem mondom, hogy minden kapcsolat olyan, mint amilyennek. ennek. Hál. Nagyon remélem, hogy nem minden kapcsolat olyan, mint amilyennek ő leírja, de hát szerintem ezzel nagyon sokan kortól függetlenül tudnak azonosulni, de nem is az a nagy durranás szerintem benne, hogy tudnak vele azonosulni, hanem hogy tényleg nagyon tűpontosan ír le például azt a, ezt a szorongásos állapotot egy pár kapcsolatban a hol nyíljak meg, hol ne nyíljak meg, elmondjam, nem mondjam el ezeket a kimondatlan szavakat. Hát erről szól a, a popzene kb. 40 éve, de én még nem olvastam olyan regényt, ahol ez ilyen jól le lett volna írva, mint például a normális emberekben, ahol az ember legszívesebben megrázna a szereplőket sokszor, hogy de mondjátok, de nem szoktunk. Tehát akkor se, tehát így az csak... Nagyon más ez ráadásul, tehát így ilyen szempontból nagyon, nagyon európaiak ezek a történetek, hogy egészen másképpen ábrázolja ezeket a romantikus viszonyokat, még azokat is, amelyek működnek, mint mondjuk a sorozatok meg a filmek, amikhez hozzá vagyunk szokva. Azok, itt hiányzik belőle ezekből a, 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 a párkapcsolatokból hiányzanak azok a nagy csillogások, azok a, azok a nagy naplementés beszélgetések, ezek nincsenek. És hogyha belegondolunk, nem is nagyon, tehát ez közelebb áll a valósághoz, mint a mondjuk a romantikus komédiáknak bármelyik jelenete. Szerintem, tehát én, én abszolút egyetértek ezzel a, a, a kijelentéssel, hogy hogy olyan módon tudja ábrázolni az emberi viszonyokat, és egyébként a baráti viszonyokat is, meg nem is csak a baráti viszonyokat, hanem ezt a baráti viszonyból átcsúszunk párkapcsolatba, párkapcsolatból visszacsúszunk barátok, barátokba, hol kinyílik a kapcsolatunk, hol bezárul, legyen szó romantikus viszonyról, vagy baráti viszonyról, vagy ne adj Isten a szülőkkel folytatott viszonyról, azoknak a terheltségét. Két, két mondattal tudja érzékeltetni mondjuk a, tudom, a baráti beszélgetésekben is a, az alkoholizmusba csúszó apával milyen lehet együtt élni. És ehhez neki nem kell egy egész regényt erre fókuszálni. Neki ez így megy csuklóból, minden jelenetben. Én, 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 én mindenképpen azt gondolom, hogy ez, ez lehet az egyik, ami. Vagy számomra. Inkább úgy mondanám, hogy számomra. Ez az, ami a legjobban működik a, a regényeiben. Fordítani mennyire volt nehéz, mennyire volt ne nehéz megtalálni ezt a stílust. Olvastam egy interjúban, hogy azt mondta, hogy volt egy-egy olyan szó szinte, ami mögé novellát kellett képzelned és értened. Szóval, hogy mennyire lehet nehéz egy ilyen nagyon más stílusra ráhangolódni, és megtalálni azt a nyelvet, ami átadja azt, amit a Rúni akart. Egyfelől olyan szempontból könnyebb, hogy én ezt a fajta irodalmat szeretem. Hozzám ez közel áll, én ezt, ezt szeretem olvasni, úgyhogy ezt szeretem fordítani is. A másik része, hogy igen, ez lassabban halad, mint, egy, mint mondjuk egy 500 oldalas, ilyen barokkos, körmondatos regény, amikor az ember így leül, és akkor folynak ki a kezéből a mondatok, mert az úgy van egy, van egy olyan sodrása, meg gyakorlatilag tök mindegy, hogy most a, az X jelző helyett egy Y-t írok, mert úgy a nagy kép az, az rendben lesz. A rúninál nincs ilyen. Ott nem lehet X jelző helyett Y-t írni ott azt kell, ami, ott, ott ki kell találni, hogy ő mit szeretett volna. Emlékszem, hogy volt olyan még a szerkesztési folyamatban is, amit kétszer-háromszor dobtunk vissza a a szerkesztővel, mert szerintem nem azt jelenti, amit én gondoltam, szerintem meg igen, és mind a ketten kerestük a kapaszkodókat a szövegben, hogy kinek van igaza. És nem tudom már megmondani, hogy kinek volt igaza, csak maga a helyzet, hogy van ilyen, hogy egy több jelentésű szó, például azt meg kellett keresni a szövegben, hogy most melyik jelentése van itt, mert fontos, mert minden, minden szó fontos. Ami mondjuk így nehezebb, hogy ami, ami szokatlan, hogy nem jelöli a párbeszédeket. Ezt tudom, hogy nagyon sokaknak fennakadást jelentett, angolul is egyébként. Azzal, különösebben sok mindent nem lehet csinálni. ha hát nem jelöli, akkor nem jelöli, hát akkor mit csináljak vele? Annyiban, hogy, hogy a magyarban azért mi így jártunk, hogy nekünk egy nem semleges nyelvünk van. Azzal, azzal sok helyen sokszor kellett dolgozni és gyúrni a szöveget, hogy ne legyen mesterséges, ne legyen erőltetett, mégis nagyjából sejtsük, hogy itt most melyik őjük beszél. A, a lány, vagy a, vagy a fiú, vagy a Marian, vagy a Konál. Vagy a Egyáltalán értsük, hogy váltás történt a, a beszélőben. Ez például magyarban, tehát szerintem a magyar szövegben úgy, hogy ne legyen erőltetett, és ne az legyen, hogy a lány azt mondta. Ez azt jelenti, hogy a magyar az egy-két egy-két bekezdéssel mindig csúszik az angolhoz képest. Már ugye, hogy a, a felismerés az a magyarban egy-két egy bekezdést mindig csúszik, mert mert vagy erőltetett a szöveg, vagy, vagy türelmesen várunk egy, egy picikét. Ez nehéz, ez nekem is nehéz volt türelmesnek lennem, hogy megtaláljam azt a helyet, ahová be lehet szúrni, azt a szót, azt a kifejezést, azt a jelzőt, ami egyértelművé teszi, hogy ki az elbeszélő. Nagyon örülök, hogy a beszélgetés során egyébként Dudik Anna Mária Évával Szegeden találkoztam egy kávézóban, mert hogy Szegeden él. Ő fordította mind a három regényt. Annyit talán még érdemes tudni, hogy a baráti beszélgetéseket olvasta először angolul, és már azért oda volt, de mire oda jutott a kiadó, hogy kiadják, akkor már a normális emberek lett nagyon nagy siker, és akkor a normális emberekkel kezdték. Ugye a magyar, magyarul a normális emberek jelent meg először, én, én az egyrészt nagyon izgalmas szerintem, amit eddig nem figyeltem meg ennyire tudatosan, hogy tényleg a magyar nyelv okán csúszik kicsit az értelmezés, és hogy tényleg ez is okozhatja meg azt, hogy a párbeszédeket nem jelöli az olvasó, olvasónak egy nehézséget az értelmezésben. De az volt nekem tanulság ebből, hogy a türelem, meg az empátia, az szerintem nagyon kell a könyveihez. Ezt egyébként nagyon sok uh, külföldi kritika, amit néztem, nem csak YouTube-on kerestem, hanem TikTokon is, és de szétszették TikTokon, hogy uh, úristen mennyire mm, most én vagyok a kullány, azért mert nem jelölöm a párbeszédeket a könyveimben, és én nem, nem, nem tudom, ez engem egyáltalán nem zavart, vagy szóval, abszolút nem akadtam fel rajta, hanem most az első oldalt azon gondolkozom, hogy valami nem stimmel, és aztán hogy oh, ó, mert a párbeszédek, és aztán én így abszolút tovább tudtam lépni gondolkodás nélkül, és ez tök furi, hogy ez valakit ennyire, ennyire zavar, legalábbis nekem furi, közben meg teljesen logikus is, hogy zavaró, hogyha nem ehhez szoktunk hozzá, úgyhogy ehhez, hogyha valaki erre nem áll rá a szeme, vagy a, az agya rögtön, akkor ez biztosan nagyon zavaró tud lenni. Nekem bevallom, fel sem tűntek a párbeszédek jelölésének a hiánya, valószínűleg azért, mert Szerintem vannak -e, szóval, hogy nagyon sok kortás író van, aki ha jelöl is párbeszéde, nehéz éppen kibogozni, hogy most kiszólal meg, abból tudod kihámozni a megszólalás mienségéből, stílusából, hogy éppen ki beszél. És azért rengeteg olyan szöveg van, vagy én olvastam olyan szöveget, ahol, ahol nem volt így jelölve, hogy mondjuk ki az elbeszélő, vagy mondjuk akár még, ha a Kraszna Horkaira gondolunk, egy elbeszélés folyamba becsatlakozva, így nekem tényleg nem, tűnt, nem is tűnt fel, hogy ez akár nehézség is lehet. Azt hiszem, hogy azzal párhuzamosan, hogy egyre többen beszélnek angolról, és olvasó generációnk például eredeti nyelven könyveket divat lett, kb. azt látom, hogy pontunk kritizálni a fordítókat, miközben szerintem egészen elképesztően nagy munkát végeznek, hogyha ők nincsenek, akkor ezt nagyon-nagyon sokan nem tudnák ezeket a regényeket olvasni, úgyhogy én szerintem fantasztikus a fordítás, nem csak azért, mert találkoztam a szerzővel, és valószínűleg, ha meghallgatja, akkor ezt így hallja, és akkor most így mit mondhatnék, hanem tényleg szerintem zseniális a fordítás. Egyszer a New York csoportban is volt egy vita erről, és akkor többen is írták, hogy nem jó a fordítás. Én megnézném, hogy akkor azok, akik mondjuk kritizálják, hogyan fordítanak, én abszolút jónak éreztem, és szerintem az Éva zseniálisan eltalálta a, a stílust, és ö, nem könnyű szerintem azért ezt angolul olvasni. Én tudom, hogy te mindig azt mondod, Laura, hogy olyan egyszerű nyelvezettel íródott. Én nagyon sokszor érzem azt, hogy, hogy egyébként nem biztos, hogy annyira könnyű, tehát nem, nem, nem mondanám olyan igazán egyszerű nyelvezetnek, főleg talán az írsége, az elit egyetem mistasága, meg úgy egyáltalán a picisnobéria miatt, vagy csak én nem vagyok azon a szinten, de hogy, hogy szerintem nagyon nehéz lehetett ezt lefordítani, meg megtalálni ezt a stílus és meg nagyon nagy felelősség is lehetett, hogy így persze lehet, hogy nem tudták, hogy itthon milyen hatása lesz, hiszen hányszor van az, hogy külföldön óriási siker valami, és itthon semmi, mert nyilván kulturálisan is lehetnek olyan különbözőségek, hogy még nem kapcsolódunk rá, de itt ugyanakkor a siker lett szerintem, mint külföldön. Ráadásul, ahová lettél szép világ, ugye az úgy jelent meg, hogy a világon, ha jól tudom, mindenhol szinte egyszerre adták ki, szóval, hogy a magyar megjelenés és a az angol megjelenés egy időpontban volt, és én például pont azt néztem, hogy basszus, ez mekkora feladat látott fordítóként, hogy nem is tudom, hogy egybe részletekbe, vagy hogy kapták meg a, a szöveget a Szeliruni kiadójától, de hogy ugyanabban az időpontban el kellett készülnie, mint a többi szövegnek. És nekem ott volt egy pici érzésem egyébként, hogy hogy nem volt elég idő, talán, hogy, hogyha még kaptak volna mondjuk plusz egy hónapot, akkor lehet, hogy még jobbá lehetett volna tenni a szöveget, így is jó, de hogy hogy azért közben meg itt van benne egy ilyen időfaktor is, és ugye most már többen olvasnak angolul, ezért sokszor el szokták mondani a kiadók, hogyha nem időben adják ki a regényeket, akkor elvesztik szinte az olvasóikat, és még úgy is, hogy Magyarországon nem a legjobb az idegen nyelv ismerete szerintem. Pont egy szelirúni esetén nagyon fontos az időzítés, hogy mikor jelenik meg magyarul az angol szöveghez képest, mert sokan el fogják olvasni akkor angolul, és nem biztos, hogy a magyar fordítás eljut hozzájuk. Én még azon gondolkoztam, hogy Hiába gondolom azt, hogy egyszerűen nyelvezete közben meg, amiről beszélt a fordító is, hogy vannak benne ilyen abszolút sok értelmű szavak, ami angolul is jelent nekem egy csomó mindent, magyarul meg valószínűleg egy csomó más mindent jelent az szó is, hogy ebből a szempontból biztos, hogy nagyon nehéz dolga volt. Egyébként könnyen olvasható szerintem angolul, amikor elkezdtünk mi is angol könyveket árulni, akkor direkt beleolvastam, hogy így, mennyire tudom azt mondani valakinek, aki mondjuk újra kezdő angolból, hogy egyébként tök érdemes így is elolvasni, és egyszerűen érthető, illetve vannak benne olyan szavak, amikről így fogalmat sincs mit jelent. Nyilván elsősorban az ilyen társadalmi problémákról való diskurzusoknál fordul ez elő, de hogyha azt az egy szót és annak az ötven értelmét, ami általában van, megnézzük, akkor onnantól kezdő viszont jól olvasható angolul is, de én nagyon szerettem. Uh, nyilván így már van összehasonlítási alapom, és én nagyon szerettem a magyar fordítását. Na, örülök, hogy ezzel egyetértünk. Azért biztos nektek is van, hogy ne csak tényleg um, szuperlatívuszokban mm -hmm. beszéljünk az egészről kritizálandó részetek vagy olyan, amit úgy éreztek, hogy mondjuk jogos a kritika. Kezdem én, és akkor hát, ha hát, nektek is eszetekbe jut valami. Én, nekem egy picit az már azért zavaró volt, hogy oké, okay, hogy a generációnk nem tud kommunikálni, de hogy ennyire nem tud, amit, amit talán egyébként az Éva is mondta, hogy ma megráznád a szereplőt, hogy nem igaz, hogy nem tudjátok egymásnak elmondani, hogy mi az Isten bajotok van, hogy, hogy ez egy pici két bennem már zavart keltett, ugyanakkor meg lehet, hogy pont az a célja, hogy felhívja a figyelmet különösen, és egy kicsit kikarikírozva, vagy túlozva megmutassa, hogy ez tényleg mekkora probléma, mert azt hiszem, hogy nem tudom, azért nagyon sokszor van, hogy egy konfliktus mondjuk, vagy egy veszekedés, vagy egy ne adj Isten szakítást SMS-ben, vagy nevezzük Messengernek, vagy Vibernek, vagy bárminek intézünk el, vagy... És ez mondjuk egyébként egy jó fejre koppintás szerintem, hogy, hogy létezhet, hogy tényleg nem tudunk személyesen ennyire kommunikálni egymással. A másik, és akkor utána hagyom, hogy mondjátok bocsánat, hogy egybe itt elfoglalom az értékes perceket, vagy elveszem el, veszem tőletek a szót, de hogy a megküzdés nem történik meg egyik regényben sem. Hogy, hogy mondjuk azon kívül, hogy a Connell a depressziójával talán meg tud küzdeni az első részben, azon kívül nem kapunk válaszokat, meg feloldozást a traumatizált, családon belüli erőszak áldozatává vált mériennek a sorsára, nem endometriózisról is szó van benne, meg, meg egy csomó olyan problémáról, ami, aminek aztán tényleg azt érzem, hogy nincsen feldolgozás. Ami szintén biztos vagyok benne, hogy szándékos, de hogy személy szerint olvasóként engem ez egy picit zavart, és lehet, hogy még jobb lett volna, hogyha ezek megtörténnek. Lilla? Nekem az elhallgatások és a csendek jutott eszembe, hogy néha előny a szövegben, de néha van egy hiányérzete az embernek, hogy hogy egy picit jó lett volna erre kitérni, jobban kifejteni, több szót ejteni róla, jobban megértettem volna a szereplőket, és amit te is mondtál, hogy közben meg nyilván ott van az ember fülébe, meg a fejébe, hogy ez lehet, hogy tudatos, és tök jó, mert amúgy tényleg így működünk, hogy, hogy nem tudunk mindent a másikról, elhallgatjuk a legnagyobb dolgokat, és ilyenek vagyunk, de hogy egy regénynél, meg azért főleg, hogyha nem az elbeszélő a az írója is a regénynek, mert mint úgy értem, hogy nem, nem eper egyben van a regény megírva, akkor viszont lehetett, lehetne behozni egy-egy olyan uh, szálat még, amivel érzékeltet, érzékeltetni lehetne, főleg a mellékszereplők és a. hát, be tudom, hogy most nincsenek mellék és főszereplők, de hát azért mégis vannak, akikkel több időt töltünk, azoknak a szereplőknek és mondjuk az ő családjuknak, távoli barátaiknak a viszonyát mind a három regényben egy ponton elbuknak ugye a kommunikáción tulajdonképpen nagyon fontos emberi kapcsolatok, és abszolút érzem azt néha, hogy megráznám őket, és akkor azon gondolkozom, hogy vajon engem hány ember rázna meg egyébként, amikor azt hallgatja végig, hogy én mit csinálok, meg én hogy élem a saját életemet. Nekem nem volt zavaró az, hogy nem, talán zavaró egy picit volt, de hogy ettől lett nekem egy tök nagy is, például a normális emberek, meg a baráti beszélgetések is, hogy nincs feloldozás, de hogy tulajdonképpen sosincs feloldozás így a mi életünkben sem, szóval hogy hiába zárok le mondjuk egy munkát valamilyen mentális problémával, hogy hiába a csinak végig egy terápiás folyamatot végre, az nem az nem fog eltűnni, tehát az itt marad. Hiába zárok le egy kapcsolatot, hiába ö, beszéljük meg, hogy ö, kommunikálunk, vagy hogy kommunikálunk, de hogy így, így teljes lezárást én nagyon ritkán érzek a saját életemben is, és én, én ezt például nagyon szerettem bennünk. Nekem még egy dolog eszembe jutott, talán az, hogy a problémák az a, Fehér, középosztálybeli értelmiségi réteg problémái, és ez egy egész nagy kritika lehet egyébként, hogy nem csak az, hogy nem von be mondjuk más bőrszínű embereket a beszélgetésekbe, vagy a nem ismerjük meg az ő életüket, hanem nagyon sokszor alacsonyabb társadalmi osztályokban lévő embereknek a, a sorsát sem ismerjük meg, és azért vannak rá utalások, ugye főleg a, a Hová lettél világban, ott az egyik szereplőnk, ő egy raktáros, hmm. ha jól, jól emlékszem rá. Mégsem kapunk egy ilyen, egy ilyen teljes összképet arról a, arról a rétegről, vagy az ő barátairól, így felfelvillannak az ő gondolataik, de talán még ő az ő gondolataikat is próbálja a kicsit magasabbra, kicsit magasabbra tenni, mint amennyire mondjuk nem tudom, egyszerű lehet egy, egy sörözés a haverokkal szombat után. Hm. délután. Fú, nagyon jókat mondhatok. Tényleg elgondolkodható mindegyik, és, 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 én úgy is érzem, hogy igazatok is van. Én azt hiszem, hogy lehet szeretni, lehet nem szeretni, megismerni mindenképpen érdemes, főleg mivel tényleg egy fenomén jelenségről van szó, és azt hiszem, hogy úgy sosem illik és érdemes kritizálni valamit, hogyha valaki nem olvasott bele. Ha a magam részéről tanácsot adhatok, hogy valaki bejön a könyvesboltba, akkor biztos százszor hallottátok már tőlem, de én általában a normális embereket szoktam elsőként ajánlani, mert azt gondolom, hogy ha az a kritika, hogy nem történik benne semmi, akkor abban egy picit több dolog történik, és hogyha valakinek bejön a stílusa, akkor utána szerintem tetszeni fog a másik kettő. Tehát a normális emberek szerintem a vízválasztó, úgyhogy gyakorlatilag, ha valaki ezt hallgatja, és megjött a kedve Szeli amit nagyon remélünk, akkor a normális emberekkel érdemes szerintem kezdeni. És én azt az egyet emelném ki így a végére, zárásként, hogy mennyire rendkívül szimpatikus számomra a szerző, akiről alig tudunk valamit, aki, mint említettük már, a social médiában jelen sincs, vagy legalábbis nem úgy, hogy mondjuk brendet épít, hogy én mondjuk a és írok, és hogy gyakorlatilag szinte titokban házasodott meg nem is olyan régen, nem ad interjút, nem jár közösségi találkozó, közösségi, közönség találkozókra. Most direkt kerestem vele, hát alig van vele egyetlen interjú. És hogyha belegondoltok, azért egy mai ilyen én központú világban, ahol a mindenki az életét akarja mutogatni. Itt egy nő, aki 31 évesen, de akkor már évekkel ezelőtt is, tehát alig 30 évesen ekkora világsztár lett, Egyrészt biztos, hogy a, annak érdekében, hogy a mentális egészsége valamelyest megmaradjon, távolságot tart, de hogy ehhez szerintem iszonyú tudatosság kell, iszonyú intelligencia kell. És nekem ez borzasztó szimpatikus, hogy, hogy nem tesz rá, és azt mondja, hogy én vagyok Rúni, és akkor ö, posztulok az életemről, hanem, hanem inkább azt mondja, hogy távolságot tartok csak azért is, és, és a matek tanár férjével titokban házasodik meg, és abszolút nem éli ezt a celebritás életet, amit ő aztán igazán élhetne, szerintem. Úgyhogy tényleg forgatókönyvíró már, és, és gyakorlatilag már a baráti beszélgetésekből is készül a sorozat, tehát, hogy elképesztő világsztár. Nem? Az nem? kint van egyébként. Kint van már? Uh -huh. Na és köszönöm. jó is, és meg, amúgy pont ez jutott még eszembe egy kicsit így vissza ahhoz, hogy hogy ugye a középosztálybeli uh, fehér emberekről, szóval ugye a baráti beszélgetéseknek most uh, egy uh, hát vagy, vagy félvér, vagy fekete lány játsz a Bobit. És hogy nekem itt tök nem így volt meg a fejemben, pont azért, mert ők azért ők, vagy legalábbis szerintem így ezt nem írja le a könyv, és közben meg egy csomó problémáról beszélnek, és hogy ez, ez, erről így nem. Ami pedig indokolna azt szerintem, hogy a Bobby, aki folyamatosan a patriarhátusról beszél, akkor miért nem jön elő itt a rasszizmus például és szerintem ez ahhoz kapcsolódik, hogy Rúni megmondta, hogy arról tud írni, ami, amiben él. Fú, de érdekes. Ez szerintem hatással van nem erre a jelenségre az, hogy most már minden sorozatban és filmben kell, hogy színes bőrű is legyen, kell, hogy legyen mondjuk nem tudom, nem semleges, meg nem tudom, meleg vonal, de közben a könyvben tényleg nincs, és szerintem is fehér szereplők vannak benne, amit lehet kritizálni, lehet nem, tök jól összefoglalta lila tényleg, hogy ez, ez, egy komoly kritika lehet, ugyanakkor a végeredményben tényleg azt érzem, hogy, hogy csak olvasni kell. És persze mindenben is lehetne még plusz, de a lényeg az, hogy ő ezt hogy látja, hogy él, és az ő szemüvegén keresztül, hogy látja a világot, és ő így látja. Lányok, nagyon köszönöm, fantasztikus volt. Én szerintem, ha ez nem hozta meg Szeli a kedvet, akkor semmi. Gyertek, várunk mindenkit a Libertin könyvesboltba, ahol hosszabban is beszélgethettek Lillával és Laurával, akár Runiról, de egyébként rengeteg könyvről. Ők egyébként a legjobb könyvesbolti eladók, akiket valaha ismertem tényleg. Tehát, hogy nincs olyan ember, aki bejön és nem könyvel távozik, mert olyan szinten tudtok lelkesedéssel beszélni a könyvről, vagy könyvekről. Nyilván most egy picikét azért mind a kettőtöknek ez az interjú szituáció, a mikrofon, meg a stb. mondtam, hogy csináltuk, hogy mint a tök természetes lenne, hogy három mikrofon van az arcunkban. Nekem ez némileg már megszokott, de tudom, hogy nektek ez még egy ilyen, egy ilyen komfortzónából való kilépés volt, de hálás vagyok, hogy kiléphetek a komfortzónátokból a kedvemért. Köszönjük, hogy itt voltatok.

A Nincs Időm Olvasni kíves 2017. januárjában indult, és már egy 50 ezer főt számláló közösség vagyunk. Rendezvényeken, magazinnal és egy igazi könyves volt ha most ez a podcast is készül. Az elmúlt öt év során nagyon sok visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan találtatok vissza az olvasáshoz a közösségnek köszönhetően, és hogy milyen sokan inspirálottok innen, hogy mit olvassatok. Ezért arra gondoltam, hogy legyen ez egy közösség által szerkesztett podcast, ezért mindig a könyvajállóimhoz a NIOK tagok véleményéből is szemezgetek ezen a héten egy nagyon izgalmas könyvet, Emily Nagoski Úgy, ahogy vagy című könyvét ajánlom nektek, ami szerintem egy olyan munka, egy olyan kötet, amit a szexualitás témájában tényleg mindenkinek el kellene olvasnia. Ha már itt az adás első felében a beszélgetésben generációs jelenségekről volt szó, akkor hadd kezdjem azzal az érdekességgel, hogy a Sex Education, vagyis a Sex Oktatás című Netflix sorozatban, amit biztosan nagyon sokan láttatok, én imádtam, egy jelenetben a harmadik évad elején az egyik főszereplő Mév ezt a könyvet ajánlja egy másik szereplőnek, és azt mondja róla, hogy ezt a könyvet mindenképpen érdemes elolvasni, és én egyébként már korábban ismertem ezt a könyvet, mielőtt a jelenetet láttam, de nem olvastam, viszont csak megerősített abban, hogy el kell olvassam, és azóta ez meg is történt. Szóval, hogyha nekem nem hisztek, higgyetek névnek. Ezt a könyvet úgy hirdetik, hogy gyökeresen átformálja mindazt, amit eddig a női testről gondoltál, és azt hiszem, hogy ebben van valami. Na jó, azért én speciál nem voltam annyira vakon, azt gondolom a testemmel, meg a szexualitásommal kapcsolatban, hogy teljesen átformálhasson mindent, de azt különösen szerettem benne, hogy elképesztően őszinte, és hogy önfelett. Úgy beszél a testről, az önelfogadásról, az önfelett és stresszmentes szexualitásról, hogy azt tényleg valóban tanítani kellene. Nem olyan kérdést feltenni például, mint hogy csaknak miért olyan nehéz eljutniuk a csúcsra. Rengeteg nő tesz fel magában ilyen és ehhez hasonló kérdéseket nap mint nap, és érez nagyon nagy bizonytalanságot a saját teste és a szexualitása kapcsán. Mindez bizonyítandó a szerző szexuálterapeuta terapeuta révén, saját pacienseiből szerzett ihletet, tulajdonképpen, és írt le megtörtént beszélgetéseket, amiket én olvasás közben is nagyon hitelesnek és hihetőnek éreztem. És ami az egész könyv tanulsága, amit jó volna mindenkinek az eszébe vésni, az azt gondolom az, hogy mindannyian mások vagyunk, és ez így normális. Hogy épp ezért nincsenünk arra, hogy másokhoz hasonlítgassuk önmagunkat, és hogy a szexualitáshoz is legalább akkora empátia kell, mint mondjuk az értő olvasáshoz. Szóval, hogyha szeretnétek ebben a témában, a szexualitás témájában egy picit elmélyülni, hogyha szerettétek a sex education akkor tényleg nagyon tudom ajánlani nektek ezt a könyvet. De készüljetek fel, mert hogy azt hiszem életetek egyik legizgalmasabb felfedező útja lesz önmagatok felé. És ha már nyok, akkor egy picit szomorúan vettem tudomásul, hogy erről a könyvről mindössze egyetlen egy ember írt, amikor felsorolta az évi olvasmány listáit, és úgy nagyon szűkszavúan is csak annyit írt Szipola Anna, hogy igaz az, amit sokan állítanak minden nőnek, de nem feltétlenül csak nőnek, ez kötelező olvasmány kellene, hogy legyen. Hát ezt Ismételni tudom, egyetértek annával, és nagyon bízom benne, hogy a niok tagok ez az ajánlás után olvassák majd, és írnak róla, úgyhogy hajrá, niok tagok, olvassátok, és írjatok róla ajánlást. Mert őszintén szólva, ez tényleg tipikusan az a könyv, ami azt hiszem, hogy tökéletes ajándék barátnak, barátnőnek, de akár még férfiaknak is, hogy kicsit ismerjék meg jobban a nőket. Azt hiszem, hogy érteljeszteni. Tehát még egyszer, Emily Nagoszki, úgy, ahogy vagy, olvassátok el. Szabadosági könyves podcastjét hallottátok, hogyha szeretnétek látni és nem csak hallgatni a könyves podcastet, akkor irány a YouTube csatornám, ahol a teljes adásokat a könyvesboltból nézhetitek végig. Hogy ez a podcast és a hozzátartozó képi tartalom megvalósulhatott, köszönet jár Gajó Dorottyának, aki a szerkesztőm, és külön köszönet a műsor zenei és utómunka Szűcs Daninak. Egy hét múlva újra várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek. Köszi, hogy megnézted a könyves podcasten videós formában, de ha csak hallgatni van időd, akkor keresd minden héten a podcast lejátszókon, például a Spotify-on. Ha maradnál a videós formátumnál, akkor pedig iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő részről sem.